Azt mondja az első sorban egy kisfiú, hogy Kati mama! Hát ő ki lehet? Hát nem is tisztük, miért mondjátok azt, hogy ő a hapci? Ha van neki kalapácsa, akár lehetne úttörő is. Sőt, a lámpája. Figyeljetek itt a lámpája is. Miért mennek a bányában is? Hol lesz itt a bánya? Megyünk kincset ásni. Azt mondja, hogy mennek kincset ásni, kalapálni. Merre fogtok menni? Arra. Na, nézzük, hogy arra mentek-e. A kezdés előtt néhány találós kérdéssel indult a darab, a szereplőket mutatták be sorra a gyerekeknek a színültig telt nagy teremben. 10. alkalommal várták a közönséget mesebemutatóval a telepi óvoda óvónéniei. Az előadást 2004 óta rendezik meg minden évben. Ezúttal a színes díszletek között és jelmezekben felvonult szereplők Hófehérke és a Törpék meséjét hozták el a faluházba. Na, sziasztok! Jó napot kívánok! Jó estét! Szervusztok, gyerekek! Képzeljétek el, ma már 10. éve állunk ide föl a színpadra. 10. éve! Köszönjük a sok-sok lelkesítést, amivel mindig megerősítik bennünk, hogy milyen sokan állnak mellettünk, és hogy várják és igénylik ezt a mesét, mert azért szükségünk van megerősítésre. És ez a mese soha nem jöhetne létre az óvónéni gyerekek szülők nélkül, de azért vannak nekünk kedves támogatóink, így mint Gerencsér Máté és Boti anyukája, meg Farkas Emese és Tamás apukája, akik nekünk süteményt sütöttek, és ezzel még jobb kedvel próbáltuk a próbáinkat. Aztán Bakos Regina apukája nekünk egy csodálatos fát vágott ki, ott van hátul a színfalnál, Mészáros Janka anyukája és Jórék apukája elmentek Pestre egy olyan szelért, amit utána itt majd ma a boszorkány én is használni fogunk, és füstölni fog. Csak ennyit árulok el, füstölni fog. Ne árult el fel, nem látod, hadd legyen a többiek meglepetés. Aztán Egyedi Lázár nagymamájának köszönünk egy ilyen nagy fakanalat. Azzal fogunk itt valami érdekeset csinálni. Szekula apukájának a boszorkány kellékeket, Szakmári Rebekának, aki egy katicacsoportos orvos, neki is azokat a boszorkány kellékeket, aztán Barna Ivetnek és Barna Bélának a boszorkány ruhát, meg egy gyönyörű fatállat, majd Szűcs Mirati Dóra apukájának és anyukájának a jegyeket, amivel bejöttetek. Láttátok, milyen szép volt? Ugye? Meg a plakátot, mert ők készítették és ajánlották fel nekünk, meg a DVD borítókat is ők adják majd nekünk állítva, és aztán, mint az előbb már mondtam, valahol itt ül a körünkben polgármester úr, képzeljétek el, polgármester úr úgy hívják, hogy Bogár László, és szereti a mesét. Mindig itt szokott lenni a mesénkben, és képzeljétek el, idén, hogy csendben mondja nektek, kaptuk tőle sok pénzt. Sokat. És abból vásároltuk, abból vannak nekünk az ilyen füstölőink, meg mindenféle érdekes dolog, ami majd itt előkerül a mese alatt. És aztán köszönjük a faluháznak is a rendelkezésünkre, hogy bocsájtotta ezt a termet, meg a próbáinkon elviseltek bennünket a sok-sok kívánsággal. Figyeljetek ide! Visítsatok egyet, mennyire várjátok a mesét! Ez jó volt, ez jó volt. Akkor mostantól kezdve figyeljetek, én már hallom, Babis, én már hallom a zenét. Ha jól gondolom, hamarosan megérkezik valaki. A mese címe Hófehérke és a Törpék. Érezzük el jól magatokat, tapsoljátok, hogy tetszett! Hogyha rossz a kedvetek.
is nagyon szeretek énekelni. Heti adásunkban a teljes előadást levetítjük.